ki, hogy itt bajnokot avatnak. Simon és Szekeres, Lipcsei. Két ember között viszi tovább. C. Gól! C. külsővel gyönyörűen elpörgeti a labdát. Lipcsei két ember között hozza el, és C. anélkül, hogy állítgatna, nagyon szép gólt lő. 16 méterről, bal külsővel egy kifli. Lipcsei. Debreceni szabadrúgás. Pető. Beleérne, gól! Aranyért bele! Igazi jégkorongos megoldás, és bejött. Bár nem biztos, hogy így akarták, de ez nem változtat a lényegem. Ferencváros, Debrecen tehát aranygóljával 1-1. Gajka mutatja, hogy gyertek, gyertek, hogy tudjam adni a labdát valakinek. Arany. Veszélyes. Seiler, 11-es. Második félidő, 8. perc. Megtolja a labdát, Seiler pedig Ileát elgáncsolja, jogos a büntető. Más kérdés, hogy nem érni el a labdát, de hát ez nem is jelent semmit, nem kritérium. Seiler a kapuban, Sándor Tamás gól. Vezette át a Debrecen az Üllői úton. Sándor Tamás viszi tovább. Lipcsei. Elviszik a labdát. Óriási helyzet. Levágódik a kapufáról, most gól! Sándor Tamás. 3-1 a Debrecennek. Dombi még a kapufát találta el. Sándor Tamás második gólja a találkozón. Szép akció. Dombi a kapufát találja el, onnan még kipattan a labda, nem be. Sándor Tamás ott van, és két góllal vezet a Debrecen. Megint a klasszikus kontra. Simon. Szekeres, gól! 3-2. Szekeres szépít. Egy előrévert labda, Szekeres fölmegy, és a rövid alsó sarokba horvát későn vetődik egy picit, Szekeres jól fejel, és ezt most ki is használja. C szöglete. Gól! Kuznyecov 3-3. Két fejes gól egymás után, visszahozzák a ferencvárosiak a bajnoki címet. Kuznyecov 3-3. C szöglete jön befelé, és ezúttal nem Szekeres, hanem a másik jól fejelő, Kuznyecov előrevetődve, egy kicsit csukafejessel egyenlít.